egy gyors helyzetjelentés, hogy mi történt eddig, mert nagyon nagy rohanások vagyok, és nem tudtam kamerázni. Ugye elmentem fodrászhoz, onnan rohanva jöttem reggelizni, és egyben keresni cipőt magamnak. Nem sikerült, nem volt, három helyen voltam, egyikben se volt az a fajta cipő, amit én akartam, ez a Nike Metcon, vagy Nike Metcon. Úgyhogy mentem tovább, most eljöttem egy másik helyre, ez a Tix névre hallgat, ugye ez eléggé furcsa hangzik, de ez a neve. Eljöttem ide, és itt szerencsére találtam egyet, meg is mutatom gyorsan, ameddig piros van. Még a mérete is jó, az egy fontos. Úgyhogy megvettem ezt a cipőt, és most megyek tovább Szentpétre, ugye erre a crossfit-szerű edzésre, amihez tökéletes lesz ez a cipő, az is választottam ezt. Úgyhogy megnézzük, hogy hogyan funkcionál, hogyan viselkedik a lábam, mennyire kényelmes. Aztán, hogyha nem jó, akkor van lehetőségem vissza is hozni gyorsan. Na, meg volt az edzés is. Bocsánat, hogy nem veszem még fel ezeket az edzéseket, és nem tudok róla a videót mutatni nektek, és csak ilyen átugrások vannak, és nem is tudjátok, hogy egyáltalán miket csinálunk mi az edzésen. Higgyétek el azt, hogy nagyon jó, és próbálom majd, ha nem is itt egy saját edzésen bemutatni azokat a gyakorlatokat, amiket szoktunk csinálni túlnyomó részt. Az oka az, hogy nem veszem itt fel, az annyi, hogy még én is tanulófázisban vagyok ezekkel a gyakorlatokkal, és mint mondtam már előző vlogomban, hogy teljesen arra akarok koncentrálni, hogy minél tökéletesebben hajtsam végre a gyakorlatot, ami jelenleg sikerül is, mert járunk egy páran már a Jake-hez, pár MMA harcos, akik itt a környéken edzenek, és azt mondja, remélem, hogy nem csak azért mondja, mert nekem mondja, de azt mondja, hogy én vagyok a legjobb közülük a mobilitás terén és fejlődés terén. Úgyhogy ennyi. Tök jól mennek az edzések. Ma még megyek birkózni meg brazil jiu-jitsura. Ahogy hazaértem, elkezdek vlogot vágni ugye a táplálék kiegészítőkről, amit meg is tudtok majd itt nézni. Valahol itt fenn a sarokba, valahol nem itt, vagy itt, valamelyik sarokba. Egy I betűt keressé. Jó? Az lesz a táplálék kiegészítős vlog részem. Na, áthelyeztem magamat ide az íróasztalhoz, ahol egyébként brót is szoktam vágni. Ez a mi szobánk. És nyissuk ki, hogy mi jött ebbe az RDX-től. Nem csak RDX lesz egyébként benne, mert rendeltem más is egy időben. Úgyhogy lesz benne más is. De megnézzük. Egy RDX-es dolog. A másik. Illetve egy fejéröv, mert ugye mondtam, hogy most elkezdek brazil jiu-jitsuzni és elkezdek köveket letenni, és ugye ahhoz kell mindenfajta öv, úgyhogy megvan a fejérövem. Hát régen volt már rajtam fejéröv, egyébként megmondom őszintén, de mindennek megvan a módja, és ennek pedig az, hogy fel kell kötni a fejérövet, aztán pedig lépkedni felfele. Ez olyan, mint az a kék, ami már egyszer volt. Ez egy ilyen kompressziós gatya lesz. Ez pedig ilyen. Tök király. Na, végeztem a két edzéssel, ami így este szokott lenni, az a birkózás és a brazil jiu-jitsu. Tök jó volt egyébként, elfáradtam, megizzadtam, nyomtunk sok menetet a brazil jiu-jitsuba, a birkózás az inkább technikázásról szólt, meg az elején ilyen kondíciós dologról. Talán nem tudtam befejezni a mondandómat, mert közben jött egy ismerősöm, és vele megálltam beszélgetni. Na, de a lényeg az, hogy ma már másnap van egyébként, és azt akartam még mondani, hogy sajnos egy kicsit a kezem megkuszódott. Benne maradtam egy karfeszítésbe. Hülyén egyébként. Mindegy. Nem gáz,
megyek most is edzeni, megyek Szent Péterre a Jake-hez edzeni. Mondják azt, hogy a sérülést azt nem is annyira jó pihentetni, hanem inkább rá kell edzeni. Persze ez függ azért a sérülésnek a mértékétől. Ez az autós, ez mindig akkor jön, amikor én vlogot csinálok. Mi? És mit? Elsőnyeltetem, büntetésed érted? Szóval, tök jó volt a kezem. Most megyek, és egy ilyen regeneráció gyanánt, egy teljesen laza tempóba, szinte csak mellúszást fogok csinálni, és így fogok fél órán keresztül úszni, ez csak a jó kedvéért, az időjárás miatt. Na, elég volt a beszédből, már annyit beszéltem így a vlog elejétől fogva, hogy most már legyen valami izgalom is. Legyen tánc. Bár este lesz még az izgalmas, amit majd talán csütörtökön fel fog tudni venni egy jó kis birkózó edzést, és azt be tudom nektek vágni, és azt sokkal érdekesebbnek fogjátok találni. De az is vágom bele ezeket a részeket, hogy lássátok azért, hogy hogyan épül fel egy hetem, miket csinálok. Úgyhogy elég a szóból, mint mondtam, menjünk úszni. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart. Ennyi volt. Úsztam fél órát, 409 kalóriát égettem el, 45 hossz és 1214 yardot húztam összesen, nem a legjobb, de jegyzés után, meg úgy, hogy még nagyon nem is ettem semmit, így egész jó volt. Első megyek ugye edzeni, úgyhogy most megyek fel, ebédelek, pihenek, és készülök az esti edzésre. Na, ide értem az esti edzésre, az MMA edzésre, most pedig be fogok hatolni a terembe. Don't lie. Gary has the gorilla pod? Yeah, it is. That's the best one for them. Hey guys. Alex. The beast. Rafael coach. Gary. Hey Carlos, what's up? Na, meg volt az esti edzés is, az MMA. Tök jól ment, úgyhogy büszke vagyok magamra. Meg is dicsérem magamat. Ügyes vagy, Geri. Ja, tök jól ment, meg is dicsért az edző, és mint már mondtam, elkezd keresni nekem meccset. Szerintem egy másfél hónapon, két hónapon belül biztosan, hogy lesz valami meccs kilátásban, úgyhogy újra keltreszbe tudok lépni. Úgyhogy ennyi mára, holnap találkozunk.